Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések valamennyi nézőjét. Folytatódik sorozatunk Sinka Jenővel. A Gulág, amiről tilos volt beszélni, címmel indult. Mi lesz a mai előadásnak, ha fogalmazhatok így a témája? Gyakorlatilag kezdődjön a Gulág, Glavneje upravljenje lágerei. Ez a rövidítése a Gulágnak, ezt már azt hiszem az első részben említettem. Lágerek főhatósága. Ez egy nagy minisztériumi kezelés alatt volt ennek az egész rendszernek a működtetése, a Gulág. Miről is szól ez? Sok mindenről, de hát nézzük meg először is, hogy mikor kezdődött ez tulajdonképpen. Ugye itt arról volt szó, ahogy említettem az előző részben, hogy 1944 vége felé, amikor a II. Világháború befejezésé felé közeledett, és szedték össze a polgári személyeket, és elhurcolták. No de hát ez a Szovjetunióból, az Oroszországból eredt ez a megoldás. Mégpedig 1905. szeptemberében alakult meg a Gulág. Hát mi volt ez? Az, hogy akkor még csak olyan 5 éveket mértek, és a cári embereket, meg a birtokosokat, meg stb. Gyűjtöttek be ide, és hát akkor kitalálta egy török származású zsidó ember, hogy ezeket foglalkoztatni kell. Hát most azért, hogy itt vannak 5 évig, hát valami hasznuk legyen, és akkor elkezdték foglalkoztatni őket, munkát adtak nekik, először nagyon jól megnézték, hogy mi volt a környezet, akkor egyre több embert morzsoltak fel erre, és elindult ez a Gulág, és 1932-ben tetőzött, akkor már a kommunistákat is nagyon szépen előrehozták, majd mindjárt ki fogok rátérni, hogy hogyan. Ezt az egész életsort, ami a Gulágban volt, feldolgozta egy Baldajev nevű ember, aki ő maga börtönőr volt, de nem őrzéssel foglalkozott, hanem az volt a dolga, hogy elküldték megnézni a lágerekbe, hogy ott milyen élet folyik. És ezt ő neki jelenteni kellett, kérdezték egy cég tőle, hogy és azt mondja, hogy meglátogat? Nem, 40 ezret nem tudtam, de ez azt jelentette, hogy ha eljutott egy városba, mondjuk Kolimát, akkor az azt jelentette, hogy ott az egy város volt, és annak a környezetében több száz barak volt, több száz láger volt, abban minimum 200 vagy 2000 ember volt, tehát nagy mennyiség. Na most ő, hát aztán nem nagyon tetszett neki ez a dolog, de hát muszáj volt neki csinálni, és készített magának titokba grafikát. Ezek láthatók itt fekete, fehér alapon. Ő nem volt nagyon ügyes ember, de azért lerajzolta, hogy miről van szó, és oroszul oda mellé felsorolta, hogy milyennek a magyarázata. Mi történik itt ezen a képen? De hát tulajdonképpen ez be is járta aztán a világot, ez be dokumentálta az egész maradtak a működését. Be is járta, bizony. Ezt közelebb megyünk, és valaki ezt meg szeretné nézni, hát az interneten beírja, hogy Dancing, azt hiszem úgy a neve, Dancing Baldajev grafikái. Azt kell, hogy mondjam, hogy sokkoló grafikái, így is nevezik meg, azt hiszem, amikor megjelenik az interneten ez a képsorozat, sokkoló, tehát nem mindenkinek ajánlatos megnézni, mert az gyengébb idegzetűek hát rosszul lesznek. Ez 64 kép volt, van is, de én ebből tényleg csak azokat vettem ki, amik, hogy úgy mondjam, szalonképesebbek. Ezek is nagyon rondák. Na most ő leírta ott oroszul, hogy mi a helyzet a képen, és ugye ez magyar területre ugye fordították, ott van mellette magyarul is. Majd ha a könyvtárban, ahol a Szénatéri Székesfehérvár Szénatéri könyvtár valaki megnézi, akkor elolvassa, hogy ez mit és mit takar. Ugye itt ez az első arról volt szó, hogy mikor kezdődött a Gulág. Itt ez a rövid csak annyi, hogy ki volt Baldajev. Röviden említettem. Ott pedig már egy másik darabról van szó. Az a pillanat, amikor ők a maguk orosz-szovjet hadseregből is vettek el embereket, akik nem nagyon akartak harcolni, vagy ki akartak bújni belőle, tehát letartóztatták azokat is. Ott kezdődött, folytatódott pontosabban 32 után, stb., de ez még a II. Világháború befejezés előtt a saját területeken, saját embereiket vitték erre. Hát ott lehet látni, hogy közelebbről megnézik, hogy fegyverrel. Valószínű ugyanazt az 58-as paragrafust azoknak
azoknak a 17 valamelyikét, meg volt amelyik két-három paragrafust is rászabtak, hogy nem csak áruló volt, hanem diverzáns is, meg kém volt, meg összeesküvő, szóval mindenféle. És akkor ők is arra a sorsra jutottak, és így aztán ezekbe a lágerekbe eljutották. Kérem szépen, itt van egy kép, kettő-három is, ugye, ami szintén könyvek címlapjai vannak megnevezve, és mellette kimásoltam egy olyan részt, ami ennek a kezdetéhez tartozik. Egy példát mondanék az előző rész kapcsán, ugye ott bemutattam, nem lapoztam végig, volt itt a közepén egy ilyen bibliográfia, a könyvcímek, meg DVD-k, mindenféle felvételeknek a jegyzéke, és azokat lapozgatja az ember, nagyon sokféle könyvet talál. Most mutatnék itt egy érdekes dolgot. Annyiból érdekes, hogy 14 évet töltött a gulágon. És ami még, nem azt mondom, hogy érdekesebb, kérem szépen, ő kommunista volt. Szerényi Sándor. 102 vagy 103 éves korában halt meg itthon Magyarországon. Kádár Jánosnak volt a sakkpartnere. És miért került oda? Hát miért került? 1932-ben nagyon sok kommunistát is begyűjtöttek. Magyarországról is nagyon sok kommunistát. Nekem van egy gulág lexikonom, amiben csak úgy lapozgattam, amikor kerestem egy-egy nevet vagy valamit, és rátaláltam, elolvasom, kommunista volt. Ugye és a kommunisták, ugye a 19-es tanácsköztársaság része után elmenekültek Ausztriába, és onnan átszivárogtak a Szovjetunióba. Ott, nem azt mondom, hogy összegyűjtötték, ott volt nekik egy, mit tudom én, milyen gyülekezetük, és azok kommunisták voltak. Na most erre az oroszok azt mondták, hogy hát ti itt vagytok, és nem tudtatok ott eredményi, megbukott a tanácsköztársaság, na akkor beasít rá. Ő is, vagy Szerényi Sándor is, ezek közé a kommunisták közé tartozott. Én egy oldalnyi nevet találtam meg ebbe a gulág lexikonba, amit nem keresgettem, csak úgy véletlenül általán. Biztos, hogy ennél is több van, az 15 vagy 20 név. És többek között ugye Kun Béla is benne van, ugye, ezt tudjuk, hogy ki volt a tanácsköztársaság idején. Kun Bélát is 1932. augusztus 12 vagy 15-én a Moszkva melletti Butovói lőtéren lőtték le, és ismeretlen sírba lökték. És nagyon sok kommunista is erre a sorsra jutott. Na most ő neki is meg volt írva a halálos ítélete, hogy így mondjam, de ők ott, mint magyar kommunisták egymás között is nem értették meg egymást. Mert mindegyik félt attól, hogy őt is ki fogják nyírni, és ő is azokra a sorsra jut, mint Kun Béla. És akkor ugye egymás között ment a harakérés, hogy ki tudja a másikat kicselezni, és Szerényi Sándort is rátették egy ilyen listára. És akkor mondja neki egy ilyen sunyi kommunista barátja, hogy hát minden el van neked intézve, azt mondja, semmi gondod nem lesz, azt mondja, hogy most elmegyek a Krím félszigetre nyaralni. Persze emögött az volt, hogy ő már előkészítette, hogy két napon vagy három napon belül nyírják ki. Na most, és ezzel a tudattal ment el a Krím félszigetre. És akkor hát a Sándornak is volt annyi másmilyen beállítottságú kommunista barátja, akik ezt a határozatot, hogy végezzék ki, ezt nem hajtották vére is, és elsimították az ügyet. És amikor visszajött ez a sunyi kommunista barátja, akkor néz, hogy hát ez meg él. Mégiscsak kiszabadult ebből a dologból. És akkor ő a szervezések kapcsán mindig máshova, hogy úgy mondjam, vitette el magát, vagy rendelkezett úgy, vagy a barátai kijátszottak neki azt, hogy nehogy utol tudja valaki érni azért, hogy végül is végezzék ki. Na most, hát így telt el neki tulajdonképpen egyik helyről a másik helyre való szökés vagy áthelyeztetés a 14 év. Hát ez szörnyű idő. És mondjuk ő nem került abba a teljesen, hogy úgy mondjam, nehéz környezetben, mert ez 1932-ben. És akkor 10, 42, 12, 15 évig még nem voltak olyan nehéz körülmények,
mint amit aztán ugye 44 után csináltattak velük. Tehát hát persze aztán a vége felé ő is nagyon nehéz körülmények közé került, bekerült olyanok közé, de csöndbe kellett neki maradni, hogy nehogy ráfigyeljenek, és akkor végül is történjen bele valami. Egyik, másik azt mondja, hogy Hegedűs János, ő írt 3 könyvet. Az nem számított, hogy hány ember, csak minél több. Nagyon sok szerelvény, hogy így mondjam, nagyon sok vagomból elindult, és akkor a mezőkön, mikor látják, hogy ott megy a vonat, és az csupa marha vagon, és látta, és arra gondolt, hogy most az ő rokonsága, vagy éppen az ő férje, vagy a gyermeke viszik ebbe a vagonokba. Szörnyű, van egy ilyen kép, azt most nem hoztam ide, nagyon szinte vége láthatatlan szerelvény, amivel elviszik. Na most a Hegedűs Jánost említettem, hogy ő nagyon tartotta a kapcsolatot a bajtársaival, rabtársaival, amikor kiszabadultak, és ebből a 3, hogy mondjuk, hogy könyvben jelentek meg, és ő volt az, aki leírta azt, hogy Székesfehérváron, ő akkor itt volt gyűjtőben, mert voltak kisebb gyűjtőhelyek is, például Székesfehérváron 40 ezer embert tartottak kordába, mégpedig a kórház területén, még annak az udvarába, mert a másik rész, ahol most az Interspar, meg tudom én milyen üzletek vannak, ott pedig a katonai foglyokat tartották, szóval. De a megyei kórház területén, a régi megyei kórház területén, ott az ilyen gulágra elhurcolt embereket. És nem fért ott el 40 ezer ember, hanem a Halesz Park, ugye tudjuk, hogy hol van ez a Seregélyes út, meg a Budai út közötti háromszögben, a Halesz Parkot is körbe kerítették drótkerítéssel, és ott is fogva tartották, addig, amíg a vasútra föl nem rakják őket, vagy be nem vagonírozzák, ugye, mert a vasút az benyúlt a kórház területére, hát most felszedték már jó néhány éve, most nincsen, tehát ott gyűjtötték be. Na most ez alatt, az idő alatt, ott milyen ellátás? Ott szinte semmilyen. Hát azt írja le a János, hogy fürdőkád, vagy kiszuperált valami nagy edény, fölemelték, a lábakra tették, alágyújtották, és abba főztek valami löttyöt. Hát most köszönöm szépen, de egyáltalán volt valami folyadék. És akkor ilyen körülmények között kellett nekiket egy jó pár napot eltölteni, vagy esetleg heteket, amíg aztán össze nem állt egy szerelvény, egy ilyen hosszú szerelvény, és akkor nyomás kifelé. És még innen is megpróbáltak üzenni, hiszen itt igen, láthatjuk ebben igen, a könyvben, olvashatjuk, az volt a helyzet, hogy papírfeszniket hát, szóltak igen, szét. Igen. Aki már értette, mert ugye addigra már elítélték, ugye, és megvolt, és akkor ha volt neki olyan lehetősége, hogy valami üzenetet hagyjon, akkor egy darab papírra ráírta azt, hogy XY vagyok, irány a Szovjetunióba, 10 évet kaptam, ez volt a minimum. És akkor ezt, mikor már elindult a vagon, akkor szépen megpróbálták azon a lyukon, ami a vagon közepén volt, azon szépen kiszórni, és ebből sejtették, tudták, akik megtalálták ezt, hogy kérem szépen ez a vagon, amit elhúzott, ezt kérem szépen akkor a Szovjetunióba viszik őket. Ez egyfajta ilyen rövid üzenet volt, nem sok volt a tartalma, de elég volt ahhoz, hogy rájöjjönnek, hogy mégis mi a helyzet. Hát a János aztán nagyon sok, ezt nem mondom el, sok emberrel találkozott, többek között olyannal is Fehér megyei volt, aki nem úgy viselkedett a rabok között, úgy mondják, hogy spion volt, olyannal is találkozott, aztán meg is fenyegette, amikor már szabad volt, hogy miért voltál olyan, stb. Nagyon jó könyv, mind a 3, látlak-e még hazám. Ő bajai ember volt, és onnan szállították aztán tovább Románián keresztül. A Budai úton katonai kaszárnyák voltak, és azok viszont hadifoglyok voltak, kimondott katonai hadifoglyok, azok Öskü, meg erről a Veszprémi megyéről gyűjtötték össze. Ez csak úgy megemlíti a János, hogy azokkal is volt valami olyan kapcsolat, hogy esetenként hírül tudták adni
ha találkoztak a kerítés ment egyik oldalon, katonák voltak, azok tényleg hadifog, másik oldalon meg ula, akkor elmondta, hogy itt most már 10 éveket mértek, akkor hát tudjátok meg, hogy itt mi a helyzet. És akkor abból is esetleg megtudták, hogy hát ennek csak abban az irányban van útja, visszafelé egyáltalán nincsen lehetőség. Sztrájk a pokolban. Tényleg volt sztrájk, nagyon nehéz volt, hogy úgy mondjam, megszervezni. Végül is annyira elkeseredett állapotban voltak, hogy volt egy ilyen sztrájk. Most ebben a könyvében pedig a kerítésen kívüli helyzeteket is leírja, hogy a láger hogy nézett ki. Mármint a munkatábor, ahol ugye napközben nem voltak, csak éjszaka, hogy az a környezet mennyire volt bezárva. Hát először is ugye a barakok, ez több baraképület volt egy-egy körzetbe, és az drótkerítés, magas drótkerítés, valahol majd fogunk később talán látni, magas drótkerítés itt van lent, hogy, és azon voltak drót kifeszítve. Utána 4 vagy 5 méterre egy szabad sáv és másik drótkerítés. És akkor a 50 méterenként voltak őrtornyok. Az őrtornyokban voltak a katonák, az őrkatonák, akik figyelték, hogy a kerítést egyáltalán megközelíti valaki. Szó nélkül lőtték. Nem volt szabad megközelíteni, mert az már szökésnek számított, lelőtték. Úgyhogy nem volt szabad raboknak az őrökkel találkozni. De volt egy érdekes helyzet, azt hiszem, hogy ő írja le, hogy egy orosz származású rab ott sétálgatott a kerítés, a belső kerítés mellett, és hallja, hogy átkiabál a másik komájának, aki 50 méterre volt egy másik toronyba, valamit. És olyan felfigyelt rá, hogy hú, de érdekes ennek a fiúnak a kiejtése. És hát megkísérelte, oda ment közelébe, és mondja neki, hogy fiam, a te kiejtésed nekem nagyon tetszik. Hát nem nagyon akart válaszolni, de azért megkérdezte. És miért? Mert én tudom, hogy te erről meg erről az orosz vidékről származó vagy. Igaz. A koma már több mint 10 éve ott volt. Ez a fiatal srác, aki ott őr volt, ilyen sorkatona volt, az pedig lehetett olyan 17-18 éves. És akkor azt mondja neki, hogy hát fiam, én nagyon ismerős a hangod, hogy hívják az édesanyádat? És akkor megmondja, akkor én meg az édesapád vagyok. Akkor találkoztak? Akkor találkozott, mert ugye 10 évvel előtt elhozták otthonról, a fiú volt akkor 5-6-7, nem tudom hány éves, azóta ő nem látta. De ott a kiejtés alapján ezt ráismert. Hát most képzeljék el, hogy ott van egy rab, már 10 évet letöltött, és fene tudja még, bocsánat, mennyit kell még letölteni, és akkor ott találkozik a fiával, aki őt őrizte. Szegény gyerek nem a saját jószántából küldték oda, mert ő sorkatona volt, nem a börtönőrök, akik már tisztek voltak, meg tiszthelyettesek, hanem egy ilyen külső kerítés közeli őrzést látott el. Hát ez egy trauma lehetett annak az apának is, meg annak a fiúnak is. Na most éjszaka mi történt? Ugye azt megvilágították reflektorokkal, hogy nehogy valami történjen. Ugyanez a reflektor, nem mondtam el az előző részben, amikor a vasút megállt valami külső pályán, hogy ne lássák, hogy átmegy a vasútállomáson egy szerelvény, akkor is ott a tetőn, az elején, meg a hátul, a szerelvénynek a végén ott voltak fenn az őrök gépfegyverrel, és világítottak. És hát így őrizték őket. Nyilván, hogy lássák, hogyha esetleg hát, valaki szökni próbál-e, vagy mozgás igen. Van. Na most, amikor ez a megállítás volt, még most visszatérnék arra, akkor fakalapáccsal körbe döngették a vagonnak a falait, hogy nem valahol ki akarják dönteni, vagy egy lécet kezdeni ki mozdítani onnan, és onnan valami úton-módon megszökni. Mégis előfordult nagyon ritkán az, hogy ha megálltak, akkor valaki azon a külső, illetve a belső lyukon kimászott alá.
de azt annyira titokba tették, hogy úgy játszották meg a dolgot, mintha ott a dolgát végezni, és akkor ott ketten-hárman megengedték, hogy kiment, és onnan kilépett, de nem tudott hová menekülni. És akkor rájöttek arra, hogy hoppá, ilyen lehetséges, és akkor a vagonnak, vagy a szerelvénynek a végén utána húztak egy ilyen boronaféle valami hegyes dolgot, ami még csúszott ugyanaz innen, de ha ott találtak egy embert, akkor azt eltrancsírozta. Szörnyű, amilyen a szállítás közepette is volt, meg aztán az őrzés közepette is megtörtént. Tehát ezek a dolgok, ebben a könyvben sok minden más le van írva, de ezek fényt mutatnak arra, hogy végül is mi történik egy-egy ilyen szállítás közepette, egy őrzés közepette. Kérem szépen, aztán hát milyen munkát végeztek, ez csak egy kép a sok közül, nagyon sok munkát nem fogok tudni mutatni, több esetben, nagyon sok helyzetben, ahol az urák környékén erdőt írtottak velük. Ott a nők is részesültek benne, hogy így mondjam, milyen szerszámuk volt, fejsze és fűrész. Ez csak egy kép arról, hogy ez volt, ez egy fizikai munkának az egy része. Na most kérem szépen, előfordult az elég gyakran, hogy átcsoportosították a rabokat egyik helyről a másik helyre. Akkor elmentek egy másik lágerbe, orvossal, meg mit tudom én kikkel, és akkor szedték össze az embereket, hogy na most én kiválogatom őket. Hogyan válogatták ki őket? Úgyhogy volt egy ilyen bizottság, ahol volt egy orvos, és akkor ott le kellett vetkőzni mesztelenre a rabnak, a kényszermunkásnak, és akkor ránéztek, látták, hogy igen, sovány, megnézték, hogy a farán mennyi hús van, mert az volt a tartalék. A többi az a test minden más részéből elfogyott, de a farán meglévő hús az még megvolt. Most, hogyha ez még alkalmas mennyiségű volt ott, hogy így mondjam, akkor elvitték másik helyre, ahol szükség volt rá. Na most volt, amikor nem csak ilyen szárazföldi szállítás, hanem hajóra rakták őket, és akkor úgy vitték el általában az északi Jeges-tenger környékén. Na most, hát ott valahogy őrizni kellett őket, a hajó aljába hiterítettek egy óriás nagy hálót, ilyen, mintha mondhatnánk, ilyen halászhálót. És akkor arra hajtották rá a népet, bitang nagy hűség volt, amíg el nem értek egy bizonyos másik hőmérsékletre, és akkor ha a hőség vidéken jártak, akkor átforrósodott annyira ez a hajótest, hogy szinte megfőttek. Kevés volt a víz, meg ha volt az is sós víz. Lényeg az, hogy nagyon sokan elpusztultak már, addigra, mire beértek, mit tudom én, a Kolima, az leghírhettebb vidék volt, az a sarkörön túli rész volt. Ezzel kezdődött tulajdonképpen a gulág, hogy a folytatódott egy-két szállítmánnyal, és akkor egy-két dolgot kimerítettünk ebből, mégis, hogy hogyan kezdődött. Aztán ugye a további részekben majd a következő héten pénteken megint fogjuk tudni látni, hogy hogyan folytatódott ez. Itt pedig visszatérnék arra, amit a máskor is említettem, hogy vannak ezek a könyv címlapok, amiből kimásoltam egy részt ebből a könyvből, és ezt a könyvet, meg azt, meg a másikat, meg még majd a többieket is, ott abban a székesfehérvári szénatéri könyvtárban megláthatják, ugyanis ezek a tablók mind oda, már az előzőek is már ott vannak, ez is oda kerül, sőt az a következő is. Ott egy kis könyvtár, ami a könyvtárom egy tizedének a része, azt bevittem, hogy akkor onnan ott megtekinthetik, és akkor még lehet abból kölcsönözni is. Köszönöm szépen. Idáig jutottunk el, és folytatjuk majd a következő alkalommal.